súlyos, nehéz, vaskos. Ezek a szavak juthatnak eszünkbe a Finlandia nyitányáról, amelyet 116 évvel ezelőtt mutattak be. A svéd finn származású Jean Sibelius egyik legismertebb alkotásáról van szó, méltán került bele az Zala Szimfonikus Zenekar skandináv koncertjének repertoáriába. Mindig az a célunk, hogy a zeneirodalom népszerű alkotásait játsszuk el, azokat a műveket, amik egyúttal a legszebbek is az irodalomból. És most ezeket választottuk. Tulajdonképpen Grieg és Sibelius művei lesznek, mind a ketten skandináv szerzők. Így jött le az ötlet, hogy akkor legyen az a címe a koncertnek, hogy Északi Finn. Azon túl, hogy skandináv zeneszerzők, mindkettőjüknek a nevéhez kötődhető a saját nemzetüknek az öntudatra ébredés, hiszen a romantikának a korszakáról beszélünk, olyan zeneműveket is választottatok, amelyekben ez megjelenik, de milyen módon? Igen, a Finlandiában jelenik meg talán leginkább. Ez az orosz elnyomásról és a nemzeti öntudat erősödéséről, csatáról, győzelemről szól, hogyha bele tudtok hallgatni az elejébe a koncertnek, rögtön nagyon súlyos akkordokkal kezdődik. Az egész koncert ezzel fog elkezdődni a Finlandia szimfonikus költeménnyel, és ezek a súlyos akkordok, ezek jelképezik az elnyomást tulajdonképpen. És aztán jön a nagy csata jelenet, és a végén hát diadalmas győzelem. A Finlandia Finnország második nemzeti himnuszának számít. Az elmúlt évtizedekben a finnek komolyan foglalkoztak azzal az ötlettel, hogy a Finlandia legyen nemzeti himnuszuk. Az ország 2017-ben ünnepli függetlenségének 100. évfordulóját, így a kérdés várhatóan ismét aktuális lesz. Érdekes adalék a történethez, hogy Leopold Stokowski angol karmester már az 1900-as években azt javasolta, a Finlandia legyen az egész világ himnusza. A Zala Szimfonikus Zenekar az esten Edvard Grieg munkásságából is adott ízelítőt. A norvég zeneszerző már gyermekkorában mesterien ment a zongorával. A 19. század második felének legismertebb zeneműve, a Per Gynt az ő nevéhez köthető. A Per Gynt Ibsen drámájához készült kísérőzene, és ebből a kísérőzenéből állított össze Grieg két szvittet. És mi a két szvittből fogunk egy válogatást, egy keresztmetszetet játszani, nem a szvittek sorrendjében, hanem Ibsen drámája szerint. Én nagyjából ismertetem a történetet, egy nagyon bonyolult történet, nagyon sok eszme jelenik meg benne. Nem ezekről lesz szó, mert a zenében tulajdonképpen szinte csak tájképek, tájleírások, vagy éppen egy-egy hangulat szerepel, de ezeket mindenképpen szeretném elmondani a koncerten, és akkor már felfűzni a történetre. Reggeli hangulat a hegyi király barlangjában. Csak kettő részlet a Per Gyntből, amely szinte mindenki számára ismerősen cseng. A darabot záró tétel, a Solveig dala szintén a zeneirodalom egyik legismertebb műve. Az előadást Grieg Ámol zongora versenye zárta, a zenekart Sándor János vezényelte. A művészek együttműködése az elmúlt 3 év alapján gyümölcsözőnek mondható.
Azóta azt hiszem, hogy jó barátok lettünk itt nagykanizsai, zalaegerszegi és keszthelyi zenészek, hiszen rendszeresen összejárunk. Egy ilyen alkalom van, amikor mindenhova elmegyünk. Múlt héten voltunk Zalaegerszegen, Őri Szentpéteren, jövő héten Keszthelyre megyünk, de tulajdonképpen a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarba én mindig hívom a nagykanizsai zenészeket is, ugyanúgy, ahogy néhány héttel ezelőtt itt meghallgathattuk a nagykanizsai szimfonikus zenekarnak a csodálatos hangversenyét, és ezen is játszott több zalaegerszegi zenész is, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy jó ötlet volt, és működik, függetlenül attól, hogy most nagykanizsai zenekarnak hívjuk, zalaegerszeginek, vagy éppen Zala szimfonikus zenekar. Ettől még ez a barátság összetartja ezeket a zenekarokat.